Thank you.
Az Országos Képzős Iparművészeti Társaság Arany Képek címmel idei országos kiállítása az, ami látható. És hát aranyhoz mindenkinek köze van, ugye. Hál' Istennek azt hiszem a mai napig, sőt biztos vagyok benne, hogy általános iskolás anyag. Úgyhogy Arany János személyiségéhez, költészetéhez mindenkinek van valami köze, van affinitása, van emléke, élménye. Úgyhogy mi úgy gondoltuk, hogy a múlt év ugye volt az aranyév, de nagyon sok kulturális egyesület, intézmény vitte tovább idénre is ezt a tavalyi évet. Noha ugye idén is megvan a maga kijelölt évforduló, úgyhogy mi is úgy gondoltuk, hogy tovább visszük, hiszen egyrészt tavaly évben annyi sok információ jutott a médiákon keresztül, új információ Arany Jánosról, illetve mi is tartottunk egy ilyen ráhangoló előadást az ősszel, úgyhogy megpróbáltuk ezt a nem könnyű, bár könnyűnek tetsző, hisz ugye Arany János versei nagyon illusztratívek, hiszen számos illusztrációk is készült velük, de ennek ellenére félő volt ugye azért mégis egy nehéz téma, de megpróbáltuk, és azt hiszem, hogy az eredmény az magáért beszél, ami itt a galéria falain látható. Thank you.
engedjék meg, hogy ismét nagy szeretettel köszöntsem Önöket itt az Újpesti Kulturális Központ Polgárcentrum Újpest galériájában. Köszöntöm ma esti vendégünket, Eifert János fotoművészt. Jubileumi, 75. jubileumi kiállítás adott most alkalmat arra, hogy találkozunk. Egész évben tartó kiállítás sorozatának az egyik állomása ez. Ez az 55. kiállítás, ugye jól mondom? És esemény. 55. kiállítás és esemény. Most szeretnék pár sort felolvasni Önöknek, amelyet összeállítottam egy Fegyvesi Lajos Félix költő és János egymással készült beszélgetéséből. 5 évtized anyagából válogatva Eifert János nagy képei kerülnek bemutatásra, egyrészt azok, amelyek bejárták a világot és számos díjat, elismerést szereztek a fotóművész számára, másrészt azok is, amelyek méreteiben is igazán nagynak számítanak, hiszen lesz köztük 10 méter hosszú vászonkép is. Persze a művészi érték nem hosszmértékkel és statisztikai adatokkal mérhető. Eifert János szakmájának egyik legismertebb képviselője. Sokoldalú alkotó, megújuló és szüntelen kísérletező. Szinte minden jelentkezése valami meglepetést tartogat, sikert és vitákat. Tánc és aktfotói indulása óta jelen vannak, természetképei világjárását dokumentálják, új munkái, a hétköznapok kis csodáit. 190 önálló kiállítása volt, 680 csoportos tárlaton szerepelt, és 168 díja jutalmazták munkáit. És akkor még nem is említettük szakmai írásait, előadásait, tanításait a fiatalok körében. Az elmúlt 10-15 esztendőben a magánéleti válságokat követően, amelyek nagyon megviselték, Amerikától kezdve Indián, Kínán, Svájcon keresztül sok országba ellátogatott. Ugyanakkor ez az útkeresés, társkeresés, saját emberi pozíciójának meghatározása is volt egyben. Egyfajta szívós, alkotói munka. A fotográfiában, saját elmondása szerint, arra törekszik, hogy a dolgokat ne csak turisztikai érdekességként mutassa meg, hanem az emberi oldalát is láttassa. Bármit fényképezem, mondja, a képzőművészetből nyert tapasztalataim alapján csinálom új műveimet úgy, hogy első látásra megfogja a nézőt. A kompozíciója, a színei, a pszichológiai hatása. Munkamódszerére jellemző, hogy olyan képet akar készíteni, ami első látásra megállítja, és ahogy tovább figyeli éli világát, újabb rétegeket fedez fel. A stílusa, formavilága összetettebb lett, a szürrealizmushoz közelít. Arra törekszik, hogy ne csak a pillanatról szóljanak a képei, hanem 5, 10, 50 vagy 500 év múlva is legyen értéke annak a nyomatnak. Egy jó képnek, függetlenül attól, hogy milyen formában jelenítik meg, a gondolati és tartalmi mondani valója adja az értékét. Vajon János? János most is munkával ünnepelte születésnapján. Hogy volt-e idő valamilyen számvetésre? Mindig hangsúlyozza, a fotózás nem a pillanat művészete, hanem a gondolkodásé. Az expozíciós időben, a másodperc töredékében, hetek, hónapok, évtizedek tapasztalata és élménye sűrűsödik. Abban a pillanatban lehetetlen egy egész életet megmutatni, de megpróbálom a lehető legtöbbet láttatni. Saját munkámat inkább nem minősítem, de fontos számomra mások reflektálása, szóban vagy írásban. És végezetül még egy Plutarkosz idézetet hadd mondjak, amit már egyszer akkor régen mondtam neked, de mindig a te képeidről ez jut eszembe. Az elme nem edény, hogy megtöltsük, hanem tűz, amelyet meg kell újtani. Az állandó hullátás okán csodatos formában vegyenek egy-egy kavicsot. Thank you.
Té őszi tárlatát, melynek tematikus beadása volt, Sport Újpest címmel. Ez azért történt, mivel hogy Újpest a legsportosabb kerület. Dr. Tamó Róbert, Újpest jegyzője, akit szeretettel, tisztelettel köszöntök itt nálunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves újpesti művészek, művészbarátok! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket 2018-as Újpesti Városnapok egyik kiemelt rendezvényén, a mai kiállítás megnyitónkon. Az Újpesti Művészek Társaságának csoportos tárlata az évek során beépült az Újpesti Városnapok repertoáriába, és ez az idén sincs másképp. Az itt kiállított újpesti tematikájú, vagy Újpesthez valamilyen értelemben kapcsolódó alkotások évről évre színesítik, kulturális töblettel gazdagítják a városnapokat. Az idei tematika igen kedves számomra. Néhányan talán tudják, hogy magam is lelkes sportoló vagyok, óvodáskorom óta sportolok, és ma is igyekszem támogatni Újpest sportéletét. Azt azonban talán kevesen tudják, hogy a művészetekhez is erős kötődésem van. Gyermekeim édesanyja mai napig és több mint 30 éve tanít általános iskolába és középiskolába rajzot és vizuális nevelést. És a legnagyobbik lányom épp idén végzett a Képzőművészeti Egyetemen, úgyhogy ez a kiállítás ilyen szempontból kettősen kedves számomra. Nekünk könnyű, újpestieknek könnyű, számtalan dolog eszünkbe jut. Persze, hogy eszünkbe jutnak a legremegebb sportolóink, persze, hogy eszünkbe jutnak városalapítóink, persze, hogy eszünkbe jutnak legnagyobb művészeink, hiszen mi ismerjük őket személyesen. De ki kell mondanunk a valóságot, hogy a városon túlmutató értéke Újpestnek a sportéletben van. A rengeteg olimpiai bajnok, illetve azok a futbolisták, amelyek régen dicsőséget szereztek számunkra. Hát ezért nagyon értékes számomra ez a kiállítás.